sors, hát 3-0-nál nagyon jól nézett ki, utána 9-9-ig is abszolút partiban voltunk az MTK-val. Miért nem sikerült utána jobban megnehezíteni a dolgukat? Hát azt gondolom, hogy egy olyan, nem láttam még a statisztikánkat, egy 10-15 nagyon könnyű labdát adtunk egyébként az ellenfelünknek. Nyilván egy osztálynyi, sebességnyi különbség van a két csapat között, ami azért látszik, hiába akarunk mi itt ugye élmezőnybe tartozni, és az MTK hiában van most ott az NB1-nek a második felében. Azért ez a különbség, ez bőven kijött most a két csapat között. Tanulni azért lehet a saját NB1-s meccseinkre egy nagyobb sebességen játszó csapat ellen? Mindenféleképpen. Tehát itt ezen a mérkőzésen is úgy akartam kijönni, és úgy is jöttem ki az öltözőből, és szerintem a lányok is, hogy minden labdáért meg akarunk halni, minden gólért meg akarunk küzdeni, minden védekezésben szeretnénk labdát szerezni. Nyilván azért itt a rutin és, amit az előbb említettem, különbség az van, tehát van hova fejlődni, van mit tanulni. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok. Köszönöm.